Jöjjetek testvéreim, Istenünk igéjének olvasására és hallgatására. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 15. fejezetéből olvassuk az igét, a 6. verstől a 32. terjedő szakasz. Ott kapcsolódunk be tehát a misszió vagy az egyház történet kialakulásának történetébe, hogy miután vita támadt a gyülekezetben két missziós út, vagy lehetőség, vagy mód között. A gyülekezet összegyűlt, és Isten szent lelkét segítségül hívva, és imádkozva határozatot hoztak. Előtte harcolták meg az eseményeket. Kezdjük tehát az ige olvasását a 15. fejezet 6. versénél. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek Istent azzal, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva, ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Azért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok okozta tisztátalanságtól, a parásznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küzdjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élő szóval. Mert a Szent Lélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy látok jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paraznaságtól, hogy ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek jó egészségben. Ők tehát miután útnak indították őket, le is mentek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak,
Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Fohászkodjunk. Urunk, mi úgy léptünk be ide, hogy énekben vallottuk meg a te szentségedet. És közben megrendültünk, gondolva arra, hogy a te szentséged mit követel tőlünk, a gondolatainknak a tisztaságát, a beszédünkét, magatartásunkét, minden megnyilatkozásunkét. Szeretnénk kitenni magunkat ennek a gyógyító kegyelemnek, megszentelő erőnek, ami ott lapul a te ígédben. Kérünk, Szent Lelked által szabadítsd azt ki a betűk fogságából, és érints meg általa minket, valamennyiünket, hatékony módon, hogy szentséged a mi életünkön keresztül tovább terjedhessen, szentséged ismerete, dicsőségedért. Amen. Áldás kívánással köszöntve a gyülekezetet, személyes vallomással hadd kezdjem. Ennek az ígének volt egy mozzanata, ami gyermekkorban engem nagyon megragadott. Károly atyánk veretes fordításában ez így hangzik, tetszék a Szentléleknek és nekünk. Igen, így kellene. Ez a közvetlen összehangzás Isten szent lelkével. Nagyon megragadott, nagyon örültem neki, gyönyörködtem benne, és nem titkolhatom, aztán egy kicsikét, mikor növekedtem, akkor hirtelen nagy zuhanás következett, mondhatnám így is, hogy kicsit kiábrándulás, nevezetesen az összefüggésből aztán láttam, hogy ez úgy kezdődött, hogy összegyűltek a testvérek, apostolok és vének, tanáskodni kezdtek, és nagy vita támadt. Mikor ráébredtem, hogy ez a tetszék a Szentléleknek és nekünk, ez egy hosszabb vitatkozásnak az eredményeképpen jött létre, nem csak úgy, hogy ahogy én korábban gondoltam, hogy valami érdekes fuvallat formájában leszállt a nagy egyetértés, és megragadta a gyülekezetet, hanem hogy meg kellett harcolni emberi módon ezt a fajta egységet egymással és Isten szent lelkével, pontosabban Isten szent lelkével és egymással. Aztán megint telt múlt az idő, aztán újra visszatért valami boldog csodálkozás, most már talán így is mondhatnám balga szóhasználattal, hogy valami fajta szent irítség. Mert hát, hogy is történt? Antiókiában, ahol először nevezték a Krisztus tanítványokat keresztjéneknek, tehát mesiás Krisztus hívőknek, követőknek, ott prédikált Pál apostol. Boldogan álltak az ő, mármint Jézus Krisztus lábnyomaiba, sokan a pogányok közül is, és zsidókból lett, meg pogányokból lett keresztjének, örömmel úrvacsoráztak együtt. Megjelent egyszer Péter apostol, ő már akkor túl volt, igenkhez viszonyítva körülbelül egy évtizede, azon a nagy élményen, amire itt is hivatkozik majd a vita során, hogy háromszoros látomással elvezérelte őt Isten Cornélius századosnak az otthonába, ahol aztán Isten szent lelke leszállván a megtérő pogányokra meggyőzte őt, meg munkatársait, később a bizonyságtétel alapján a jeruzsálemi gyülekezetet is arról, hogy pogányokra is kiterjesztette Isten Jézus Krisztusban az ő kegyelmét. Hanem egyszer csak jöttek oda Jakabtól. Mint imént olvastuk, kiderült, hogy
önkenetesek, nem küldte őket a gyülekezet, magánvállalkozásba jöttek, de elkezdtek egy bizonyos más missziót. Az addig rendben van, gondolták, és tanították, az addig rendben van, hogy Isten pogányokat is elfogad, mi is elfogadjuk őket. A kérdés az, hogy innen hogyan tovább. Mi azt mondjuk, el kell fogadniuk a körülmetélkedést, el kell fogadniuk Mózes tóráját, és végül is zsidóvá kell lenniük. Pál apostol mást hirdetett. Ő is farizeus volt korábban, ő is járta ezt az utat, aztán egyszer csak, valahogy úgy Isten szent lelkének a munkája nyomán, rájött, hogy az az egész halmaz, amit ő összegyűjtött, az a sok törvény megtartás, az a sok böjt egyéb, az az egész halmaz nem egyéb kárnál és szemétnél. Boldogan prédikálta tehát az, hogy testvérek, az én vállamról lehullott, mert Isten levette rólam ezt a terhet. A kétféle igehirdetés, kétféle tanítás természetesen óriási zavart okozott a gyülekezetben, neki is láttak, leültek, hogy megbeszéljék a dolgot. Nem jutottak eredményre. Sőt, időközben maga Péter apostol is zavarba jött. Ez az utóbbi érvelés egy kicsit, mármint a zsidóskodóké, a Jakabtól jötteké, megzavarta őt is, és odaállt közé és a pogány keresztjének közé. Többé nem volt asztal közösség, nem volt úrvacsora közösség. Már mind köztük. Pál apostol nagyon keményen ellene állt az apostol társnak, sőt ő a damaszkuszi úton megtért apostol, akinek az apostolságát sokan sokáig kétségbe vonták, szembeszállt avval a Péterrel, aki az Úr Jézus Krisztus 12-es tanítványi körének tagja, és azon belül még annak a szűkebb hármasnak is tagja volt. De Pál nagyon keményen és határozottan szembeszállt vele. Aztán ott helyben nem sikerült eldönteni a kérdést, és mert ma is vannak vitás kérdések, érdemes megnézni, mit tesznek. Ott helyben nem sikerült, pedig próbálták, többször is, de vitatkozásnál egyéb nem született, menjünk föl, és az apostoli kör elé, az egyház akkori központjában, ott próbáljunk utána járni ennek a kérdésnek. Nos, fölmegy Pál társaival, és leülnek megvitatni a kérdést azzal a Péterrel, akit ő ott megszégyenített, azzal a Jakabbal, akinek az önkéntes követei is annyira más evangéliumot képviseltek, mint amit Pál hirdet. Most leülnek ezek együtt, és megvitatják Isten színe előtt ezt a kérdést. No, így tessenek hallgatni azt a mondatot, hogy tetszék a Szentléleknek és nekünk. Így tessenek hallgatni azt az érvelést, amellyel a megbántott, ha tetszik, így mondhatnám, megsértett, legalábbis, hogy mondjam, emberi önérzetében, bizonyos értelemben megalázott Péter, érvel ott ebben a kérdésben. Igaz, egy olyan Pállal szembe, akiről ma egy hete, azt prédikálták, ha vezérfonal szerint, hanem akkor meg azt olvastuk, hogy azt mondta, hogy az előfordulhat, hogy valakiknek én rólam rossz véleményük van. És nagyon élvezik, hogy megnehezítsék fogságom körülményeit. De ez másodlagos kérdés ahhoz képest, hogy az evangélium hirdettetik. Úgyhogy én ennek örülök, és örülni fogok. Nos, Péter is, Pál is ezek szerint a személyes érdekeiken, személyes érzékenységükön túl tudták tenni magukat, és ebben a körben vitatják meg a kérdést, szól Péter, és visszaemlékszik nem arra, hogy ez a Pál engem megalázott, hanem arra, hogy Isten kezdeményezett valamit, engem
egy speciális szolgálatra elkülönített, egy bizonyos hármas látomással, adott egy olyan tapasztalatot, amit előre el se tudtam volna képzelni, de azóta meggyőződtem róla. Igazátmentileg, most ő itt erről nem beszél, meginoktam, de aztán a Pállal való beszélgetés helyreállított. Én azt gondolom, hogy Isten kísértés az, ha a Jézus Krisztusban kapott kegyelem mellé bármit oda próbálunk tenni követelményként, mint az üdvösség feltételét. Én úgy gondolom, mondja Péter, hogy ez Isten kísértés. Vagyis kétségbe vonása annak az isteni döntésnek, hogy Jézus Krisztus által, az ő benne való hit által bárki kegyelmet kaphat. Bárki kegyelmet kaphat Istentől, aki elfogadja Jézus Krisztus, a Jézus Krisztusban adott váltságot. Pál társai sem vitatkoznak, hanem bizonyságot tesznek. Elmondják a missziós tapasztalataikat, majd következik Jakab, aki ez alá az egész tapasztalati meggyőződés alá oda teszi Isten ígéjét, és elmondja, hogy itt nem valami pillanatnyi dologról van szó, bocsánat, emberi módon szólok, hogy nem Istennek valami pillanatnyi ötletéről, hanem valami olyasmiről, amit már régen proféciákban deklarált. Ez azt jelenti, hogy ő már ezt régen elhatározta, és amikor mi tapasztalunk most valamit, amikor látjuk azt, hogyan áldja meg Pálnak és munkatársainak a szolgálatát, amikor halljuk, hogy Simon Péter elmondta a maga tapasztalatát és meggyőződését, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy valami olyan folytatódik, amit Isten öröktől fogva elhatározott. És akkor csend támad, és akkor a korábban vitatkozó gyülekezet meghajlik, és megvalósult vitatkozás árán, olyan személyek vitája árán, akik emberileg valószínűleg nem lettek volna kibékíthetők. És kimondhatják, hogy tetszék a Szentléleknek és nekünk. Elnézést, alkalmi szipoka, hogy ide beszúrom. Adott esetben egy lelkipásztor hívó gyülekezet is, vagy lelkipásztor kereső gyülekezet is járhat így, hogy van ilyen gondolat, meg van amolyan gondolat, és hogy ezeket nehéz összeegyeztetni, de eljuthatnak oda valami ilyenféle úton, hogy tetszék a Szentléleknek és nekünk. No, azért az egészre azt lehet mondani, hogy testvérek, olyan régi dolog ez már. Ma már senki nem akarja a körülmetélést ráerőltetni a hívő gyülekezetekre, úgyhogy ez egy régi történet, számunkra már nem releváns. No. Akkor azt mondták némelyek, ha körül nem metélkedtek a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Aztán jöttek mások, akik azt mondják, ha meg nem tartjátok a szombatot, nem üdvözülhettek. Meg itt jönnek mások, azt mondják, ha nem szóltok nyelveken, nem üdvözülhettek. Nem sorolom még, hogy mi mindent nem szabad megenni, meg mi minden egyéb feltétele van az üdvösségnek, amit úgy odaragasztottak Péter apostol gondolkodásában, Isten kísértésszerűen, odaragasztottak emberek az üdvösség feltétele közé, vagy feltételei ül. Úgyhogy van ma is mit megharcolni. A mód, hogy kell megharcolni, az itt előttünk van. Én azonban egy más kérdést szeretnék most fölvetni ennek az ígének a nyomán, hiszem, hogy Isten szent lelkétől szorongattatva.
Nem igen szoktam ezt a kifejezést használni. Szeretteim, ha igaz az, hogy olyan sok minden születik feltételül, szombattartás, nyelveken szólás, sok más egyéb, meg kellene kérdeznünk, hogy miért születik annyi minden? Miért van, hogy néha kívülről, néha gyülekezeteken belülről is születnek ilyen gondolatok, hogy hú, ez kellene még, azt kellene még. Nem gondoljátok, hogy ebben nekünk magunknak van felelősségünk? Nem gondoljátok, hogy nem rossz indulatúak ezek a testvérek, mint ahogy az itteniek se azok voltak? Még egyszer mondom, örömmel fogadták, ezt rendre, erről rendre bizonyságot tesz az ige, örömmel fogadták a pogányok megtérését. Azt vitatták, hogy hogy lehet innen tovább menni az Úr szerint, jó szándékból, a saját régi beidegződéseik alapján. Ugyanígy lehetnek jó szándékúak ám azok is, akik azt mondják, hogy ez az, amaz a feltétele az üdvösségre jutásnak. És talán ezt most ne intézzük el annyival, hogy Péter azt mondta, hogy Isten kísértés bármit hozzátenni. Mert hogy az. És hogy nem is szabad belemennünk ezekbe a zsákutcákba, se szombattartással, se nyelveken szólás kötelezésével, se bármi mással. Bármi mással. De mégis kérdezem, mert kérdeznem kell, nem vagyunk mi felelősek abban, hogy ilyen gondolatok születnek? Nem az a békésen szundikáló hívő élet szüli, hogy valakik érzik, hogy ez így nem jó. Valakik érzik, hogy ezzel az alvó, ezzel az álmatag, ezzel az elrenyhült kereszténységgel az égvilágon nem nyer semmit a mi környezetünk. Az imaóra nyelvén szólva, hogy a szentségnek ezzel a fokával nem lehet meghódítani materializmuson nőtt embereket. Itt él egy baptista, a szomszédjában mondjuk egy református, azzal a jelszóval, hogy én templomba járok, nem loptam, nem öltem, nem csaltam, mi bűnöm van nekem. Emerül egy katolikus, szintén templomba jár, hasonlóképpen elmondhatja ugyanezt. A kettő között lakik egy baptista, aki nem lopott, nem ölt, nem csalt, tetejében még be is merítkezett, hát aztán igazán mit lehet még kívánni tőle? Nem állt ez még a légynek se. Nem árt a sátánnak se. El van. El vannak egymás mellett, békés egymás mellett élésben, nem tör a sátán ellen. Nem is valószínű, hogy eszébe jut, bocsánat, hadd mondjam így, nem is biztos, hogy eszünkbe jut elégszer legalábbis a mindennapi élet során, hogy az Úr Jézus valakit úgy nevezett, hogy a világ fejedelme. És hogy az a valaki felelős azért, hogy az emberi szónak itt nincs hitele. Az a valaki felelős azért, hogy teljesen jövőtlenek az emberek. Hogy aki ma befektet, nem tudja biztosan, hogy mi lesz holnap után. És hogy sok ember nem érzi azt, hogy tudok úgy valamit elindítani, hogy majd a gyerekem, esetleg még az unokám is azon a vágányon halad tovább. Mert megrázkódott körülöttünk a világ. És valaki, aki a világ fejedelmének mondatik, felelős ezért, és nekünk nem is mindig jut eszünkbe, vagy nem jut eszünkbe kellő sűrűséggel, hogy ő a felelős, és akkor ő vele mi nem élhetünk békés egymás mellett élésben. Ha ő azon munkálkodik, hogy itt sötétség legyen, és nekünk az van mondva, hogy ti vagytok ebben a sötétségben a világosság. És ha apostola útján az Úr Jézus Krisztus mi ránk kérdezett,
hogy és mi van akkor, ha a világosság sötétség, mai magyarsággal, ha az, aminek világosnak kellene lenni, az maga is sötét, elszürkült, akkor milyen az igazi, mély, tompa sötétség? Magyarul, ha a kereszténység homályos, micsoda vak sötétség száll akkor erre a világra? Szereteim, még egyszer mondom, én nem vagyok biztos abban, hogy rossz indulat találja ki ezeket a pótszereket. Mivel nem oldja meg a kérdést, újra mondom, nem szabad beleszaladni abba a zsákutcába. Jézus Krisztusban adott hiten és üdvösség kínálaton kívül nincs más, ami érvényes lenne Isten akarata szerint. Ő itt kínálta föl nekünk az üdvöt, Jézus Krisztus keresztje által. De akkor barátaim és testvéreim, ennek látszania kell az életünkön. Akkor nem szabad ehhez hozzátenni semmit, de ennek olyan hajtóerőnek kell lennie a mi életünkben, ami egy jellemző változás, ami jellemző változást munkál ki. Hogy ne úgy legyen, hogy ott élnek hárman egymás mellett. Egyik se nem lopott, nem ölt, nem csalt, nem paráználkodott, kész. Valami másról, valami többről beszél az Úr Jézus Krisztus, mikor azt mondja, hogy ti vagytok a fölsói. Akkor azt beszéli, hogy hatással kell lennünk a környezetünkre. És amikor én az előbb olyasmiket mondtam, hogy békés egymás mellett élünk a sátánnal, akkor többek között olyasmire gondoltam, hogy valahogy megkísértett, vagy meghódított bennünket az az álságos gondolat, hogy az a dolgunk, hogy megőrizzük magunkat tisztán. Fehér ruhát vettünk, bemerítkeztünk, és úgy gondoljuk, hogy az a dolgunk, hogy ezt a fehér ruhát megőrizzük tisztán. Dolgunk? Persze, hogy az. De küldetés? De másnak nincsen elkészítve fehér ruha, amit oda kellene hozzá vinnünk. Nekünk szólt az evangélium, oké, jó van, mi most már besétálunk a mennybe. Vagy pedig az is igaz, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy atyám, én nem kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból. Szükség van rájuk itt. Csak azt kérem, hogy őrizd meg őket a világban. Mert hogy veszélyeztetett helyen vannak. Mert hogy én itt úgy bocsátottam ki őket, ahogy juhokat lehet kibocsátani farkasos területre. Kockázatos vállalkozás. Félteni kell őket. Betegségtől, tömlöztől, mágiától, sok mindentől, de ettől a belső megrondálástól, ettől az elszürküléstől is, amely kiveszi őket a küldetés igájából. Testvérek, ameddig mi restek vagyunk, addig valakik érezni fogják, és nem rosszabbak nálunk, hogy valamit itt tenni kellene. Amíg elszúnyókálunk a magunk csendes hitéletében. Amíg más dolgunk nincs, mint hogy hát nagyon el ne romoljunk. Egy kicsi úgy belefér, hiszen rendre mondjuk, hogy Uram, te olyan kegyelmes vagy, az úgy valahogy lekvittelhető a hétvégén, az első imaházba menésnél, vagy a csendes kamrába, aztán kész. Tényleg? Valóban? Vagy arról van szó, hogy Isten érvényben tartja azt, hogy itt van az ő keresztény gyülekezete, mert erre a keresztény gyülekezetre szüksége van ennek a világ. Hatni kell, nem csak visszautasítani a környezet bántó vagy rosszra vívő hatását, kísértéseit. Igen, sok erő kell hozzá, hogy a kísértést visszautasítjuk. Ez igaz. Igaz, nagyon meg kell feszíteni az erőinket, szellemi erőinket is, hogy felismerjük mindig a kísértést. Hiszen nagyon sokszor világosság angyalának öltözve jön. Hiszen néha olyan ártatlannak látszik egy-egy lépés, de hát már a példabeszédek is mondja, hogy van olyan út, ami az elején jónak látszik, csak a végén derül, hogy halálba vezető út volt. Szóval kell hozzá éles elme,
Isten szent lelke által megélesített látás, megtisztított szem, hogy észrevegyük, mi minden leselkedik ránk, és visszautasítsuk. De nem az a végső dolgunk, hogy megóvjuk a hitéletünket, hanem az, hogy a hitélet útján másokat is Istenhez vezessünk. Hát nem értitek? Nem akarják ezek a zsidóskodók elhinni, hogy Isten tényleg olyan kegyelmes, hogy hitáltal osztogatja. Némelyek úgy gondolják, hogy mégiscsak oda kéne mellé tenni a szombattartást, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt, mert hát tényleg olyan egyszerű volna. Igen. Hihetetlenül leegyszerűsítette Isten a kegyelemnek az útját. De nem tudom, észrevettétek-e, hogy nagyon sokszor a világ fiai is úgy vannak, mint ezek a zsidóskodó atyafiak voltak, hogy hihetetlennek tartják, hogy ilyen egyszerű. Hihetetlennek tartják, hogy 2000 évvel ezelőtt valaki meghalt a kereszten, és ennek érdemében Isten megbocsátja a mi bűneinket. Hihetetlennek tartják. Akkor itt nagyon szólni kell, hogy van más út, vagy van más életfelfogás, van más normarend. Testvérek, a sóval sózatott beszéd, a megszentelt gondolkodás, a tiszta cselekedetek a jelen való világban, itt a nagyon idegen környezetben, ez a mi feladatunk. És még valami. Ti magatok is tudjátok, mindannyian tudjuk saját tapasztalatból, testvérek, hogy nem elég tudni arról, hogy van más norma. Isten igéjében megadott norma. Nem elég tudni arról, hogy van más látás, hogy van tiszta szó, hogy van jellemes, tartalmas élet. Hiszen magunk is tudjuk a magunk csődjeiből, hogy ezt nem tudtuk megvalósítani, hiába tudtunk róla. Azért kellett megtérnünk. Én kicsi gyerekkoromtól kezdve tudtam. Gyülekezetben nőttem fel, és hányan vannak itt olyanok, akik úgy nőttünk fel, gyerekkoromtól kezdve tudtuk. Más tudni, és más megélni. Itt jön be az, amit Péter apostol mondott. Ellenben abban hiszünk, hogy mi magunk is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Amikor tehát beszélünk arról a környezetünknek, hogy van más út, van más norma, van más gondolkodás, van más fajta beszéd, hiteles szó, meg tiszta szó. Amikor ezekről szólunk, akkor oda kell tenni mellé, hogy Jézus Krisztus érdemeiért van. Akkor oda kell tennünk, hogy az ő váltság halála által van. Akkor oda kell tennünk, hogy Isten szent lelke segít ennek a megvalósulásában és megélésében bennünket. Magunk ereje kevés hozzá. A miénk is, keresztjéneké is. Övé is, aki éppen ezért bele sem mer vágni, hogy na, mostantól kezdve tisztán szólok. Mostantól kezdve elhagyom a trágár beszédet. Mostantól kezdve leteszem ezt, vagy azt, vagy amazt. Hányan vannak, akik eleve hozzá sem mernek kezdeni? Vagy akik hozzákezdtek és kudarcot vallottak? Igen. A keresztény bizonyságtételnek el kell mennie addig a forrásig, hogy Jézus Krisztusra rámutat. Hogy a Szentlélek által közölt mennyei erőről is bizonyságot tesz. A szavaival is, és az életével is. Pál apostol vallomást tett Korintusnak, hogy félve ment oda. Drágáim, én félve jöttem ide. Általában félve állok szószékre. Baptista gyülekezetek olyan jó edzettek. Úgy hozzá vannak szokva az ige hirdetésekhez. Olyan sokan vannak, akik végül is, ha elolvastuk volna ezt az igét, úgy kapásból tudtak volna 10-15 percet, vagy 20-at is mondani róla egészséges, jó igazságokat.
aztán attól félek, hogy a 100 közül most itt volt a 101. Szépen hazamegyünk, ki jobban, ki rosszabbul érezte magát, meg volt, kész. Szeretteim, én abban a szorongással jöttem ide, hogy Istennek valamit csinálnia kell az ő szeretett, váltságáról megváltott keresztény gyermekeivel, gyülekezetével ebben a világban. Hogy a világgal is kezdhessen valamit. Amen.